Már hétfőn korán reggel megérkeztek az áram- és telefonszolgáltató, továbbá a rendvédelmi szervek és a katasztrófavédelem munkatársai APSZ-ra. Mindannyiuk munkájára szükség volt ugyanis ahhoz, hogy szakszerűen kivágják és elszállítsák a budapesti Kossuth térre az ország fáját. A 18 méter magas, 70 cm-es törzsátmérőjű, 6-8 tonnás ezüstfenyőt több mint 4 évtizedig nevelte egy házaspár családi házuk udvarán. 1980. áprilisában ültettük mi el, és akkor volt 3 éves csemete. Tehát ez idő alatt idáig ugye mi neveltük, így 42 éves múlt áprilisban ez a, illetve 45 igazság szerint, mert 42 éve, hogy ugye mi neveltük, ültettük, és 3 éves volt, mondom, mikor ide került. A tulajdonos Mihály bácsi nehezen vált meg a fenyőtől. Nagyon sajnálom. Most jó helyen, ma már jó helyen került, csak sajnálom. Gyönyörű fajt. Körülbelül 12 órakor indult el a szerelvény a faluból, és a délutáni órákban érkezett meg a fővárosba. Hamarosan feldíszítik, és a tetejét egy 25 kg súlyú, 8-ág csillag alakú, energiatakarékos LED-fénnyel világító csúcsdísz ékesíti majd. A járókelők egészen adventtől vízkeresztig gyönyörködhetnek majd az ország karácsonyfájában.